Szabad ez a hely, fiatal ember. Persze, tessék. Köszönöm. Igen, rendben. Meg tetszik lenni? Köszönöm, jól vagyok. Biztos? Tudok segíteni valamiben? Nagyon kedves, de köszönöm, nem. Hogy hívják magát, fiatal ember? Gábriel. De szép neve van. Megkínálhatom egy kis süteménnyel. Ó, köszönöm. Hát ez nagyon finom. Vegyen bátran. Nem akarom megenni. Gondolom, a rokonoknak tetszik lenni. Nem viszem én ezt már sehova se. Nem kellek én már senkinek. Ne tessék ilyet mondani. Aki ilyen finom süteményt tud sütni, az biztos nem lehet felesleges. Hát igen, amikor készítettem, nagyon nagy örömmel. De hát aztán rájöttem arra, fölösleges vagyok én már, nem kellek senkinek. És mi történt? Hosszú történet. Én ráérek. Meg ahogy a süteményt elnézem, még kitart egy darabig. Hát tudja, a nagyobbik fiam hívott meg bennünket karácsonyozni a városba, mert Zánkáról fölköltöztek a munka miatt. Meg ott elég nagy a lakás is, elfér az egész család. Hát elindultam hozzá, mert ugye ezek a mai fiatalok hozzászoknak hamar a városi kényelemhez. De hát szenteste ma van, hogy nem velük tetszik lenni. Hát ez az. Elmesélem magának. Felszállt a vonatra, és elindultam. Karácsony este, mennyi dolgom van, de jó Isten, azt se tudom, hogy hol áll a fejem, a kanál, a villa. Árpi! Árpi, gyere már ide! Soha nem vagy itt, amikor itt kéne lenned! Mi a baj? Már megint elszed? Megkóstoltam a töltött káposztát, de miért kell előre? Ugyan kérlek, harmadszor kóstolod meg azt a töltött káposztát! Hát, olyan finom! Ugyan, ne vicceljél velem! Nem akarsz valamit végre segíteni inkább? Nem tudom, gyakorolnunk kell. Gyerekek, gyerekek, gyertek ezt a karácsonyi dalt elkezdett próbálni még. Emlékeztek még rá, hogy mit én neked is? Igen! Egész családoktól elénekeljük, jó? Mi lenne, ha én szólót énekelnék? Én pedig táncolhatnék. Nem lenne jobb, ha én kimaradnék ebből. Nem, hogy megbeszéljük, hogy ez gyerekek, egyszerre kezdjük, jó? És jó hangosan mindenki, mert a Péter bácsi borzasztó rosszul van. Stájon, csíngelő szájon, érkezik és újra itt a régen vár karácsony. Sokkal kis ablakban, gyertyán fénye robban, szeretett volna szívedben, sejtsen ül egy hallom. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült el már a kalácsom. Ha kisült már ide véle, hadd legyen meg melegében. Jaj, de jó, hogy újra együtt a család, béke van most mindenütt, és csendes a világ. Szervusztok, te jó, hogy megérkeztek! Szia, Cimi! Szia, Lomó, fogd a helyet! Szia! Te kis Ágyi Péter, csücs te gyorsan! Egy kis házi bal megszállhatnak! Fogd a helyet, légy szíves! Szia, Mama! Ugye nem baj, hogy itt szólítsanak? Nem baj, szervusz, drágám, de... Ez a Gyuszi fiam sehol! Sosincs itt, amikor itt kéne lenni! Én már megszoktam! Mindig késik! Na, telefonált a Gyuszi, hogy 14-kor itt lesznek körülbelül. Na. Igen? Nem jó nem van akkor, hála Istennek, akkor az már... Remélem azért az esküvőjéről sok nem késik el. Micsoda? Esküvő? Hallod ezt?
Jaj, pedig már egyszer elvihetné valaki. Hogy mondhat ilyet a fiadról? Sziasztok! Nagy volt a fordulunk, Szervusz Péter vagy, Szervusz Mater, szia drágám! Szia anyus! Mikor lesz a kaja? Jaj, mert utána egy nagy bejelentésem lesz vacsora után. De Péter bátya, megmutatom a szobát. Egy látod? Tudtam én, hogy készül valamire ez a fiú. Nem, éreztem. Miért kell neked mindenért aggódni? Lehet, hogy csak egy kutyát vesz neki ajándékba, nem? Ugyan, de nem értesz az ilyesmihez. És pont most kellett meghívnod. És most mi lesz? Hát figyelj, de egyszerűen nem tudom már visszamondani. Lehet, hogy már eljött otthonról, és tudod jó, hogy mindig karácsonytól egyedül van otthon. Már nem tehetek semmit. Árpikám, nagyon-nagyon jól tudod. Utál engem, utálja a főztömet, maradt volna otthon karácsonykor. Ez őtül, hogy én már innen a kosztoljuk meg a süteményeket. Hát ezek után úgy gondoltam, hogy elmegyek majd a másik fiamékhoz, hát ha ott nagyobb örömmel fogadnak. És ezek után mi történt? Zsuzsa, nem lesz probléma, hogy én is megyek vele. Ez mégiscsak egy családi ünnep. Nem lesz gond, Marika, hát te a családhoz tartozol, mert különben is. A Niki szereti a felfordulást meg a rumlit. Édesapád is jön. És tényleg, a Jenő hol van? Jaj, hát elment apusért, tudod, tavaly eltévedtek, nagyon későn jöttek haza. Eltévedtek? Hogy volt? Apusnak be kellett menni a Mátyás templomba. A Mátyás templomba? Az ünnep véget? Hát nem egészen. Tudod, az őszi pacsirtát nyugdíjas kórusot énekel. És hát ugye Terike néni az egyik kórustag. Aznap van a születésnapja. Na most az apus a fejébe vette, hogy neki mindenképpen aznap fel kell köszöntenie. Úgyhogy tavaly késtek 3-4 órát emiatt. Hány éves Otto bácsi? 84, de hát még futnak utána a pipik. Szevasztok, megjöttünk, megjöttünk a papát. A Marikára emlékszel még, apus? Hogy ne emlékezni, de ő dolgozottam Marikára. Apa, már megint össze-vissza beszélsz. Nem a Marikára jön, a vízműnél. Igen, hogy dolgoztam, de hát sajnos náluk is a leépítés. Na mondtam én, hogy lefőzik. Na jó lesz, ha beszélsz a pardon. Mi megint mi történt? Képzeld az öreg, állandóan össze-vissza kevár mindig karácsonykor. Mi van, apus? Ülj le! Ülj le és pihenj egy kicsit! Megint mit csináltál? Kevered itt jobbra-balra! Mit csinált, mit csinált? Képzeld rá, határoztam, hogy elviszi a Terikét a Kanári-szigetekre. De mi ezen a baj? Ha már elkezdtek csomagolni, alig tudtam lebeszélni róla. Apus! Csak pár napot szerettem volna vele időzni. Apus! Majd karácsony után, szilveszterkor elmentek, karácsony nem erről szól, légy szíves, ülj le! Ilyenek ezek a mai fiatalok. Ilyenek. Kérdezik karácsonykor, ki zavar bennünket? Zavar? Jaj, anyuka! Kisfiam, hát be se hívsz szegény anyám. Dehogy nem, dehogy nem. Zsuzsa, megjött anyánk! Ilyen drága mama! Hát, Tom nem úgy volt, hogy az árpiékhoz tetszik menni. Mama, ha nem jön neki velem megnézni a süteményt, hogy hogy sikerült, mert hát maga nagyon jól süt. Én azt elhiszem, de mi folyik ki? Ha, semmi, semmi, semmi. Hát nem érdekel a süteményed, abszolút nem megyek ki a konyhába. Azt gondoljátok, hogy én tolvaj vagyok, hogy mindent dugdostok előlem? Na elegem van az egészből, egy percig nem maradok tovább. Jelöl, mire vársz azonnal menni anyád után? Anyukra várjunk, anyukra! Anyukra!
szerintem meg megalázó, amikor az embert a saját gyerekei tolvajnak nézi. Pedig én nem ilyen példát mutattam nekik. De hát lehet, hogy én vagyok a hibás. Én nem így gondolom. De nem azt tetszett mondani, hogy két fia és egy lánya van? De igen, van Hajnikám. De ő se ír rá sohasem. Hát egy nagyon jó vállalkozásuk van a Miklóssal. Állandóan úton vannak. Halló! Szia! Jó, jó, de egy kicsit lassabban mond, hát nem értek semmit. Hát úgy is tudod, hogy most nem érek rá. Jó, jó, felhívom egy kicsit később. Na, szia, szia! Árpékor? Dehogy is a jelöl. Képzeld el, hogy ott volt anyám, valamit összevesztek, anya fogta magát, elrohant, a Jenő utána, és hát most kéri, hogy hívjam fel, de hát... De úgy látom, itt is van a kivitelező. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! A tervezés a kivitelező vagyok. Így van, velem beszélt. Hát erről lenne itt szó. Igen, már nézegettem. Szerintem a tetőben is van egy kis gond, lehet, hogy azt is fel kéne újítani. Szeretnék, ha minél hamarabb elkészül. Rajtam ez nem fog, nem a telefonnyosod? Igen, elnézést. Csak nyugodtan, én óradéba vagyok. Halló, szia mama! Tudnád egy kicsit gyorsan mondani, mert éppen megbeszélésen vagyok. Jaj, anya, dehogy nincs rá időm. Mondd, hogy majd később vissza. Igen, igen, anya, egy kicsit később hívlak. Na, szia, puszi, majd hívlak. Szerintem álljunk is neki, mert hát nekünk is karácsony van. Beszéljük meg, jó? Beszéljük. Van, menjünk. Azt hiszem, az emberek mindig akkor csalódnak a legnagyobbat, amikor úgy érzik, hogy minden rendben van, és a legboldogabbak. Sokszor elképzelünk egy beszélgetést, egy találkozást, mi fog történni, és hogyha valami nem úgy alakul, akkor már rögtön csalódásnak érjük meg. Hát azt hiszem, hogy én nem értettem félre semmit. Nem? Lássuk még egyszer, mi történt. Tudtam, hogy elintézed nekem ezt a nagy kérést, hogy most az egyszer végre a főnököd nem nálunk tölti a szentestét. Hát ki tudna neked ellenállni, drágám? Még utolsó percben tudtam vele beszélni, hogy legalább ma valahol töltse a családjánál ő is a karácsony. Tényleg, anyám nem jött még meg. Már én is nagyon hiányolom, remélem, hogy abból a finom süteményekből, amiket karácsonyra szokott sütni. Finom lesz, na gyere, foglaljunk. Tudod, drágám, hát a nagy nélkül nem ünnep az ünnep. Jaj, de édes, vagy ezért szerettem belőle. Jaj, de figyelj, de most jött eszembe, nem lenne jó, ha anyám hozzám költözne a térre, legalább a térre? Hát látod, Árpikám, ez nem most ötlet, úgyis elfér nálunk. Gyertek, gyerekek, kész a süti! Ti is örülnétek neki, hogyha a nagyi nálunk tölteni a szentestét? Igen! Jaj, de jó lenne, legalább a mama minden nap el tudna vinni a lovardába. Meg tudnánk vele kirándulni, mert ő ráér. És olyan finom sütiket süthetne nekünk. Persze a tiéd is finom. Azt hiszem, hogy a legnagyobb félreértések mindig az elhamarkodott döntések miatt vannak. Jaj, nem is tudom, hogy lehettem ilyen meggondolatlan. Micsoda karácsony! Nézzük tovább! A mamával, még sosem viselkedett ilyen furcsán. Csak egy pár napra szeretett volna elmenni, és nem hagynám. Jaj, papa, ez most tényleg komoly dolog, üljön le! Nem lehet, hogy azt gondolta, hogy előre dugjuk el a dolgokat? Lehet, hogy mi azt gondoltuk, ő is azt gondolhat volna. Az ajándékokat csomagoljuk, és esetleg az övé lesz. Úristen, szegény maga, most rájöttem! Azt hitte, hogy mi azt hisztük, hogy ő előle! Jenő! Hívd a hukodat, mert ő egy nagyon jó probléma megoldó! Szegény mama, szenteste
hívhatta volna, és nem lennék ilyen kellemetlen helyzetben. Lehet, hogy a lánya sem volt abban a helyzetben? Anyukám, ne haragudj, de most egy megbeszélésen vagyok. Majd egy kicsit később visszaillak, jó? Jó, puszi, szia! Szerintem álljunk is neki, mert nekünk is karácsony van, tudják jól. Ezt szeretnénk felújítani, úgyhogy minden előbb elkészülnek. Úgy gondolta a család, a testvéreimmel megbeszéltük, hogy édesanyámnak felújítjuk ezt a régi házat. Ez lenne a karácsonyi ajándék. Karácsonyi ajándék ez lenne? Hát ez olyan fantasztikus ötlet. Szerintem az édesanyjuk biztos, hogy büszke magunkra. Akkor álljunk is neki minél hamarabb, és legyen egy hatalmas ajándék. Jó napot kívánok! Jegyeket, méreteket kérem ellenőrzésre! Azt hittem, nem vettem jegyet. Hát a baj, nem jár egyedül. Elnézést, asszonyom, tetszett jegyet vásárolni? Azt hiszem, nem. Nem? Akkor meg minek kotorászik a táskájában, amit nem vett meg, azt úgysem találja meg. De én a Pestre utazom a gyerekeimhez. Pestre? Hát most pont az ellenkező irányba utazik. Hát szép kis család lehet az ilyen, akik szent este kidobnak egy ilyen idős asszony. Maga csak ne bántsa az én családomat, mert az én gyerekeim a legrendesebbek a világon. Hiába kiabál velem, mégiscsak maga utazik egyedül hazafelé, jegy nélkül. Hát ez igaz. Itt ülök a vonaton. Jegy nélkül, és a gyerekeim azt se tudják, hol vagyok. Hogy hívják magát, kalauz úr? Engem? Luci Ferének. Hát, ha már jegyem ugyan nincs, de megkínálhatom egy kis süteménnyel. Engem nem lehet megvesztegetni. De hát maga sem karácsonyozik együtt a családjával. Vegyen már egyet! Vegyen már, nem? Hát nem akar senkit megvesztegetni. Hát jó, nem bánom, csak egyet. Ez valami pokoli jó. Nem inkább Mennyei? Mennyei? Tudod, hogy az nekem tiltott terület. Nézd meg, szegény asszony, milyen szomorú. Együtt segíthetünk neki. Csak együtt fog sikerülni. De nekem gonosznak kell lenne. Nem a szent este van, és egyszer mindenki megjobbulhat. Eltek még egy sütit? Vegyem, mondtam. Hát jó, nem bánom. Akkor mehet? Mehet. Mit kapok én ezért? Próbáltam hívni, ki van kapcsolva a telefonra, és nem tűnk elérni. Jézus Mária! Mit jön meg, micsoda? Kivi telefon, nem volt időnk már kiratni az autóból. Nem foglalkozom, hogy ellenzeki van, de egy sarokba. Anyuka! Rendőrséget is akartok hívni. Jaj, drága gyerekeim, én úgy szégyellem magam. Meg tudtok nekem bocsájtani. Én azt hittem, hogy én már senkinek se kellek. Megvagytok már, virágok! Majd adok én nektek az ablak előtt leszkelődni. Nézzétek csak, ki elfogtak. Az ablak alatt álltak és kukkoltak. Jaj, drága Péter bátyám, hát nem kukkolók ők az én őrangyalaim, még ha ez az egyik ilyen pokolian csinos is. Azt szeretném, gyerekeim, ha ők is velünk karácsonyoznának. Jaj, de jó ötlet!